fényes téma, ahogy látjuk mostanában a mai emberek számára. Kérlek, hogy adj az etistáknak bölcsességet, add, hogy mi előjárjunk ebben, kérünk, hogy legyél most közöttünk, és te adj nekünk vezetést a te szent lelkeddel, bölcsességet, akarást Jézus nevében. Amen. Amen. Hallottok így engem, hogyha így beszélek, jó? Köszönöm szépen. Megtisztelő volt a felkérés, és én a közepébe is vágnék, hogyha szabad, az egészségvédelem. A keresztény ember számára mit jelent az egészség? Interakció lenne, ha nem baj, és beszélgetnénk, hogy ne csak én beszéljek, mert én már az elmúlt 20 évben annyit beszéltem. Számotokra az a szó, hogy egészség mit jelent? Van ennek egy definíciója, ugye, hogy testi, lelki és szociális jólét. Formálta az Úr az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába, lehelte az orrába az életnek leheletét, így lett az ember élő lélekké. Mit jelent ez az ige 1 Mózes 2.7? Tehát formálta az ember, formálta az Isten az embert a föld porából. Miben különbözik az Isten teremtési munkája az embernél az összes többi teremtett lényhez képest? Különbözik? Igen. Igen. Tehát a madarakat hogy teremtette Isten? Az állatokat? Igen. Növényeket? Igen. És miért nem mondta azt, hogy legyen az ember? Érdekes dolog, nem? Saját kezével formált titeket, téged, engem. Saját kezével. Megtisztelt, ugye? Megtisztelt az Isten. Bőrünkön érezhetjük az Isten új nyomát. Itt van rajtunk. Értitek? Mintha csak azt üzenni az Isten, hogy becsüld meg, amihez hozzáértem. Tehát, ha Istent keresem, legelőször is a saját testemben találom meg. Szimmetrikus a test? Szép a test? Fantasztikus, funkcionális. Formálta az Isten az embert a földnek porából, saját képére. Szén, hidrogén, nitrogén, oxigén, és sorolhatnám is víz, ugye? Már az H2-hoz is hidrogén, oxigén. Ellen Goodwight-nak egy idézete, ha szabad, remélem meg is fogom majd találni, hogy tudod, azt írja, hogy az emberi test az egyetlen eszköz, amin keresztül az Isten a lelkünket tudja ápolni. Tehát a testen keresztül. Amikor imádkozunk, az Isten melyik rendszerünkkel lép kapcsolatba? Köszönöm. Igen. Ez anyagi részünk? Anyagi részünk, ugye? Végül is igen. Tehát az emberi test nem, tehát a hit kérdése is részben spirituális, lelki, részben testi kérdés. Azt írja Ellen Goodwight, hogy a bizottságainkban más döntések születhetnének, ha a vezetőink máshogy étkeznének. Ez elég komoly, nem? Ez nem játék ez a kérdés. És miért is? Mert az ételből lesz a vér, és a vérből lesz az agy működés, ideg működés, a keringés. Kicsit tehát visszacsatolnék, visszatérnék, én 3 részről beszélnék. Az egyik az ember állapota most, tehát mi emberek. Milyen állapotban vagyunk most? A második a világ állapota. A harmadik pedig Isten népének a helyzete és üzenete. Ez a 3 terület, amivel foglalkoznék. Na most az ember. Mit mond a Biblia az emberről? Rólunk. Tehát magáról az emberről. Most. Ebben a bűnös állapotban. Minden test beteg. Jól mondom? Korrigáljátok, ha nem jól mondom. Minden test beteg. Minden fej. Rosszul mondtam. Minden, köszönöm. Minden fej beteg,
és minden szív erőtelen köszönöm. Nincs a testben épség. Jézus azt mondta, hogy nem az egészségesekért jöttem, hanem a betegekért. Miért mondja ezt? Én egészséges vagyok? Ti egészségesek vagytok? A Biblia szerint nem. Minden ember beteg. Nem biztos, hogy fizikailag. De végső soron minden ember valahol fizikailag is beteg, nem? Mégsem vagyunk kórházban, de betegek vagyunk valamilyen szinten. A mértéktartás, az önuralom kérdése. Jézus azt mondta, hogy olyan lesz az utolsó napokban, mint Noé idejében. Noé idejében milyen volt az ember? Bátran, nyugodtan mondjatok, hogy ne csak... Ettek, ittak, így van. Házasodtak, férhez mentek, semmivel. Gonosz, így van. Kicsapongó, lázadó, istentelen. A nyugat-római birodalom bukása előtt Nyugat-Rómában mi harapódzott el? A kicsapongás, ugye? A bujálkodás, kicsapongás. Tehát szinte, ugye Médó-Perzsia is így tovább. Nézzétek meg, hogy amikor egy világ elérkezik oda, hogy kicsapongóvá válik, tönkre megy, lelkileg is. És amikor az emberiség elérkezik arra a szintre, hogy kicsapongóvá válik, akkor vége. Ennek a játszmának is. És ehhez képest Isten egy népet elhív, hogy ebben a romlott világban, ahol egyre több ember gonosszá válik. Ugye? Ellen White azt írja, hétről hétre sötétedik meg az emberi szív. Nincs sok időnk. Tehát minden egyes hét, minden egyes hónap arról szól, hogy emberek kárhoznak el. És ebben az állapotban, ebben a helyzetben Isten népe egy elhívást kap. Hogy keresse meg az emberiséget, és itt jön a világállapota, a második kérdésem. Mi a világállapota? Az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert az emberek lesznek magukat szeretők, tehát önzők. Milyenek lesznek mi? Pinsovágók. Kevélyek, engedetlenek. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szerető, hogy kedvelő, hogy így van. Tehát a világ egy ilyen Noéhoz hasonló állapotba kerül. A pénz, az üzlet, a profit, a hazugság, a megtévesztés világa. Ebben élünk most. Igen. Rányomja-e ez a bélyegét, költői kérdés, az élelmiszeriparra? Igen. Tehát az élelmiszeripar, ami ételt ad az emberiségnek, ételt ad, kiszolgálja ezt az igényt, vagyis a magukat szerető pénzsóvár világban ezt az embert, akik inkább az ízeknek kedvelői, ugye? Tehát nem bízhatsz semmiben, egyáltalán semmiben nem bízhatsz ebben a világban, amit a világ ad. Gondoljátok meg, hogy egy ilyen helyzetben, ha nem volna Bibliánk, hol lennénk most? Ha nem volna Istenünk, és nem volna bizonyságtételünk, hol lennénk most? Isten elhív egy népet, mikor is hív el? A 19. században. Amikor Isten elhív egy népet, akkor mit ad a népnek? Gondoljatok az Ószövetségi Izraelre. Isten elhív egy népet, és ez törvény. Ez szabály, amit most el kell mondjak, hogy ha Isten elhív egy népet, mindig ad neki három dolgot. Tessék? Vezetőt, igen. Profétai szó. Első pont, második pont. Erkölcsi törvényeket, ugye? Kaptak-e az adventisták erkölcsi törvényt?
ahogy Mózes kapott. Igen. Új volt ez? Nem. De fel kellett újítani, mert elfelejtettük. Tehát ad magyarázót, a prófétát, ad igei, erkölcsi üzenetet, ad törvényt, látj szombat. És mit ad még mellé, amiért én most itt vagyok? Egészségügyi törvényeket. Mert az ember pszichoszomatikus egység. Hogy ne váljon kicsapongóvá. Hogy nézne ki az adventizmus egy ilyen iszákos, meg ilyen, nem tudom, népként? Furán nézne ki, ugye? Mindenképpen kötelező, mindenképpen kell a népnek erkölcsi törvény, egészségügyi törvény és segítség, magyarázó. Megkaptuk-e mind a hármat? Igen, egyértelműen. Nem bontható fel, hogy én ezt olvasom, azt nem olvasom, ennek hiszek, annak nem hiszek. És ami érdekes, hogy a Jóisten Ellen Goodwight személye és munkássága által beavatott mind a kettőbe. Tehát maga Ellen White is kvázi egészségreformer volt, és lelki reformer is volt egy személyben. Ez fantasztikus. Ez biblikus? Mózes, ha szabad ilyen párhuzamot vonnom, egyben egészségreformer is volt, és erkölcsi reformer is volt. Igen. Mi ennek az üzenete számunkra? Hogy egy adventista férfi, adventista nő egy szemében lelki és fizikai reformer is. Az írás föl nem bontható. Törvény, életmód, proféta. Tehát az ember állapota elveszett, de megváltott. Az az ellenség, amelyik támad bennünket, erős vagy gyenge? Megint ilyen buta kérdéseket teszek fel, bocsánat. Erős. Erős? Igen. Hány ezer éves tapasztalata van Sátánnak? Mint egy, bátran mondjuk ki, 6000. Hány éves tapasztalatotok van nektek és nekem? Nekem most jelenleg 45. És nektek? 60. Igen. Tehát uszkve ilyen 20 kötőjel 80, jó? Mondjuk így, vagy 100, vagy 90. Szóval egy ilyen 100 alatti összefüggésbe hozva Sátán 6000 éves tapasztalatával. Hogy lehetséges, hogy mi nem tartunk, hogy elbukunk, ugye? És miért kérdeztem, miért mondom ezt? Sátán ugyanis két módon tud elbuktatni egy embert. Melyik ez a két mód? Megint nem új. Két fő módon, lelkileg, ugye? És fizikai úton. Írja arról Ellen Goodwight, hogy az üldözések idején, amikor nem lesz mit enni, sokan vissza fognak fordulni, mert utálják az éhezést. Nem, hogy utálják. Igen, látom, köszönöm szépen. Tehát lesz-e olyan ember, aki azért fog elveszni, ki kell mondjam, sajnos, mert egyszerűen nem tanult meg önmagán uralkodni. Nem bírja az éhezést, nem bírja a fizikai terhelést. Egyszerűen nem élt úgy, ahogy kellett volna. Kényelmes volt. Látunk erre példát? Hol látunk erre példát a Bibliában? Egyiptomból való szabadulás, ugye? Amikor kijöttek, és mi történt? Így van. Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk. Tehát ez nem kis dolog, hogy tulajdonképpen a fizikai állapotunkon keresztül az ellenség kőkeményen vissza tud bennünket húzni. Nagyon sokszor hallom, hogy Gábor, túl sokat foglalkoztok a fizikai állapottal. Ez nem üdvösségkérdés.
Aki hisz, az üdvözül, igaz ez? Így van. Az advent ételek között azonban van ilyen, hogy megszentelődés. Ugye? Na most, a megszentelődés egy hosszú folyamat, ugye? Amiben már az életmód vele játszik, vele tartozik. Tehát igen, az üdvösség hitáltal van. De Jézus azt is mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát én nem azért élek egészségesen, mert én ilyen önimádó vagyok, hanem mert Isten a saját kezével alkotott engem, és titeket is. És nem tehetem tönkre. Nem rombolhatom az Isten alkotását. Ha az én feleségem vesz nekem egy gyönyörű szép tárgyat, vigyázok rá, ugye? Ha egy karc van rajtam, már beteg leszek, már nem jól alszom, hogy összekarcolt az asztal, vagy ilyesmi, vagy ez az autó karcos lett. Az emberi testen sem eshet ilyen csorba. Ellen White sokat ír arról, hogy az ember áldozza fel magát Istennek, ugye? Élő, kedves is, Istennek szentelt áldozatul. Miért fontos ez a példa? Mert az áldozat milyen? Épp egészséges. Tehát az ember, amikor áldozatul adja magát Istennek, ugye a szívét, lelkét, akkor valamilyen szinten a testét is az életmód terén. Fontos lépés, fontos dolog. Szerintetek ki tudná megmondani azt, hogy milyen dátum kötődik az egészségügyi reformhoz? Otszégói látomás, Otszégói látomás, 1863. Otszégói látomás, 1863. Tehát nem Ellen Good White találta ki, és nem a White házas pár az egészségügyi reformot. Sőt, a White házas pár kifejezetten ellenállt ennek. Sokáig ették a húst, még sertéshúst is. Mondhatnám, hogy a White házas pár kifejezetten lassan követte az elveket. Ki volt a legelső egészségreformer? Joseph Bates kapitány. Joseph Bates kapitány, hajós kapitány. Tehát 1863-tól datáljuk az otszégói látomástól az egészségügyi reformot. És innen származik a New Start program, és ugye a White házas pár iratja be Kellogot az orvos egyetemre. És Kellogg megalapítja amelyik intézményt? Butler Creek-i szanatóriumot. Így van. Hány alapelvünk van jelenleg? 8. Fel tudjuk ezt sorolni, ezt 8 alapelven. Víz, napfény, pihenés, levegő, mértékletesség, bizalom Istenben, ugye a táplálkozás, itt hagytunk ki, testedzés, igen, mértéktartás, talán majdnem mind elmondtuk. Ez a New Start program. Vannak-e még alapelveink? Az utóbbi néhány évtizedben ehhez csatlakozott néhány alapelv, amit én reménynek neveztem el, ez a hop. H, mint higiénia. O, mint rend és rendszer, order and system. P, mint protection, vagyis környezetvédelem, és E, mint edukáció, tanítás. Tehát ez a New Start, a New Start and Hope. Van-e a Bibliában olyan könyv, amiben azt látjuk, hogy fontos az étkezés? Ószövetségi könyvre gondolok. Bátran. Köszönöm, Mózes könyvei. Tiszta, tisztáltalan, bátran. Aha. Ezékiel könyve, Ezékiel kenyér, így van. Bírák könyve,
Köszönöm, abszolút, igen, Sámson születése és körülményeim. A képem kikapcsol, de már is bekapcsolom. Nyugodtan, nem baj, ha nem sikerül úgy, ahogy szeretnénk, de Dániel könyve szinte a legfontosabb, ugye, Dániel könyve első fejezete. És amikor Dániel megtartóztatja magát, utána kapja meg az Istentől az áldást, ugye? Miért? Eltökélte az ő szívében. Javult a vérkeringése? Az agyi vérkeringése? Okosabb lett? Ilyen kevés idő alatt. Egyébként lehet. És Dániel ezután értett minden látomáshoz és álomhoz. Miután megállt ebben a bizonyos próbában. Az egészségügyi üzenet ugyanis nem önmagában arról szól, hogy javult az agyi vérkeringésem, tehát mostantól álmokat álmodok és látomásokat látok, hanem ez egy erkölcsi kérdés Isten előtt. Értitek? Tessék? Ez az. Tehát, aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Tehát, Isten megpróbálja az ő népét, hogy ezen az apró pici területen helytállunk-e. Különben nem biztos, hogy a nagy üzenetet ránk bízza. Értitek, miről van szó? Isten ugyanis erkölcsi alapon gondolkodik nyilván. És az az ember adventistaként, aki azt mondja, hogy ugyan már, Gábor, ugyan már, teljesen mindegy, a hit a fontos. Egyszerűen meg fog állni a hitben. Erre bizonyságtételi elveink, tanácsaink vannak. Nem azért, mert az agyi keringése leromlik, hanem mert Isten nem tudja, kötőjel, gondolatjel, vagy nem akarja megáldani. Mert ki tudja, hogy a lelki elederrel is ezt fogja tenni. Ezért bizonyos értelemben az egészségügyi munka egyfajta próbakő, ahogy a szombat, egyfajta mérföldkő egy ember életében. És ezért van az, hogy Dániel könyve első fejezetében, ugye Dániel helyt áll a kevesen, és Isten megáldja a sokkal. A Teremtés könyvében van-e szó az egészségről, vagyis a táplálkozásról? Hol? Melyik a legelső idézet? Néktek adtam a maghozó füvet. Igen. Így van. Tehát a teremtéskor útmutatást kap az ember mire vonatkozóan? Étkezés, párkapcsolat, ugye? És munka, őrizd, védd a kerted. Hat napon, hát szombat, ugye? Szombat, házasság, étkezés, vagy életmód. Tehát nem másodlagos ez a kérdés, hogyha ilyen sokszor ez előfordul a Teremtés könyvétől kezdve. Az özönvíz után a hús megjelenik, ugye? És ezáltal ugye, az életidő is romlik. Hány évig élt Ádám? 930, ugye? Később már csak ugye, megy lefelé 6-700, 500 és így tovább évekig élnek. Mit mond az új szövetség az étrendről? Fontos vagy nem fontos? Vannak Pálnak némely nehezen érthető levelei, ugye? Mondok egy példát. Minden állat, hogy is van? Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek vele. Igen. Köszönöm. Tehát ehetünk minden húst, ehetünk minden állatot. Innentől kezdve a csúszómászoktól kezdve a... Mert Pál azt mondta, ugye, hogy Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek vele. Ti ezt hogy értelmezitek, ezt az igét? Ezt is Pál írja. Bátran.
tudnunk kell azonnal válaszolni erre. Simán felhasználják ellenünk bármikor ezt az igét. És ott állunk megfürödve. Ami kijön a szája, mondta Jézus, igen. Igen, 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 igen. Tehát a szöveg összefüggésben Pál olyan emberekkel vitázik, akik nagyon szigorúan élnek. És minden, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, ezt is mondja Pál. De a mészárszékben mit árultak abban az időben? Így van. Így van. Tehát a bálvány áldozati húsra vonatkozik az ige. Értitek? Szó nincs hús, nem hús kérdésről. Tehát mindig a szöveg összefüggés a kérdés. Ezért az a, tehát a vegán üzenet, az nem volt üzenete az első keresztényeknek. Nekünk, igen, nekünk miért üzenetünk a húsmentesség? Egyáltalán üzenetünk-e? És ha igen, miért? A Biblia tanít-e vega hétrendet, vagy vegán hétrendet? Igen. Tehát amikor egy ember az elváltozásra készül, ugye, azt írja Ellen White, hogy Isten az ő népét visszavezeti az eredeti édeni modellhez. Hogy egy adventista ne húst hússa legyen. Az tompítja az értelmet, és így tovább. De a hús evése üdvösség kérdés az adventistákon belül? Nem. White mégis azt írja, az utolsó napokban az üdvösségre készülő adventisták el fogják hagyni a húst. Tehát ez fordítva igaz, értitek? Fordítva. Igen, hogy nem kényszer, nem parancsolhatom meg, hogy ne egyél baromfi húst, halat. Egyáltalán. Ilyen nincs, ezt nem lehet. De, azt írja White, az elváltozásra készülő adventisták maguktól erre el fognak jutni. Maguktól. A lélek indítja őket. Ez egy folyamat. Nem vagyok jobb ember, ha vega vagyok, értitek? Ez nem azt jelenti. Mindenki a saját sebességgel fog haladni. Ez fontos. Jó. A Biblia melyik emberhez hasonlítja az utolsó idők elhívott népét? Még egyszer? Illéshez, nagyon jó, egyel tovább, új szövetség. Kik vagyunk, köszönöm, Keresztelő Jánoshoz. Keresztelő János kapott-e egészségügyi üzenetet? Bizonyos értelemben nem, de Isten kihívta a nagyvárosból a pusztába. Totális életmódváltáson ment keresztül. És igen. Egyszerű étrendje és ruházata volt, írja White. Étrendje, életmódja jelentősen eltért a világétól. Sőt, az akkori parizeusokétól is. Keresztelő János egészen más ételeket evett, mint mások. És máshogy élt, mint mások. Nem véletlen. Amikor Jézus felkenettetik, ugye, Keresztelő János megkeresztelje Jézust, kvázi. Mi történik? Mi történik? Mi történik Jézussal? Szentlélektől vitették a pusztába. Így van. És ott mi történik? 40 napig pöjtöl. Miért? Így van. Készülés. Azt írja Ellen White, ahol az ember elbukott, ott kezdte el a megváltó az ember megmentését. És az ember hol bukott el? Kedves a szemnek, a kívánságnál.
Van-e köze a kívánsághoz az étkezésnek? Igen. Ezért, ha valaki tud uralkodni az étvágyán, az az ember sokkal könnyebben tud minden máson uralkodni. Sokkal nagyobb esélye van az üdvösségre, értitek? Üdvösség kérdése az étkezés? Nem. És eljutok addig, hogy látás? A látáshoz szükséges kell, a lelki látáshoz. Hogy mégis befolyásolja, bizonyos értelemben befolyásolja az üdvösséget, az ön uralmunkat, az étkezés. Ez egy fantasztikus dolog. Ezért Isten arra hívja az ő népét, hogy uralkodjon az ő étvágyán. Én igazából azért jöttem most, hogy ezt nektek elmondjam. Ezért vagyok most itt, és én nem is terveztem ennél sokkal többet mondani, mert a kevesebb több, azt gondolom, és ti hogy vélekedtek mindezekről, bátran mondjátok el, hogy én most túloztam, szélsőséges vagyok, mert hallottam ilyet, már mondtak már nekem ilyet, a vezetők között is. Hogy nagyon elgondolkoztatom minden. Én nem vagyok vegán. Nem, az nem baj, pont erről beszéltünk, hogy ez nem baj. De az egyik lányomnak van egy nagyon kedves barátja, aki egy olyan iskolába jár, ahol nagyon érdekes dolgokat tanul, többek között azt, hogy egyszerűen képtelenség lesz, és itt nem hosszú években mérhető, de ezt te mind tudod, tehát képtelenség lesz a 7,5 milliárd egyre növekvő embert etetni, és hogy az élelmiszeripar már használja, de nagyon nagy erővel azon dolgoznak, hogy a fehérje bevitelt megoldják az embereknek, tehát az ízelt lábúak, a nagy fehérje tartalmúak, a bogarak, ugye ezek a különböző undorítóságok, ami... Hát a bogarak rovarok, jaj. Meg nem csak, hanem ezek a lárvafélék, ami nagyon gyors ütemben lehet szaporítani, de nagyon magas a fehérje tartalma. Ez az egyik, ami teljesen egybevág azzal, hogy most hol tartunk, és hogy a Biblia és Ellen White méró bennünk a dolgoktól, és a másik pedig az, hogy az állatoknak a nagyüzemi nevelése, tehát az a hús, amit megeszünk lehet, és nehogy félreértsetek, jól értsetek, az egy idegbeteg, stresszben elpusztult állat volt, és annak tehát a mai húsevés nem ugyanaz, mint 40 évvel ezelőtt volt a húsevés, vagy 100 évvel ezelőtt volt a húsevés. Szóval való igaz, hogy az a maradék nép, aki eljut odáig, az egyszerűen el fogja hagyni, mert tudja, felfogja, érti, hogy ez nem szolgálja az egészségét, de már lehet, hogy nem is táplál. Így van. Igen, nekem is mindig érdekes elolvasnom Ellen White-nak a húsevésről szóló fejezetét, ahol leírja már 150 évvel ezelőtt, hogy a húsevés következménye lesz ezekben az időben, az utolsó időben a rákos megbetegedés, hogy már erről ír. És most tehát a rákról ír közvetve konkrétan, igen. És ugye a tuberkulózis, és ugye egy csomó minden, és hogy az emberek sokszor nem is hiszik el, hiába mondjuk nekik, hogy a húsevés következménye az, hogy betegek. Igen. Az állatok is rákosak, és a rák átvihető, ugye vírussal vihető át, a hústejről a rák az ember, már tudjuk. Igen, nagyon durva. Parancsolj! Egyet szeretnék önnek. Bátran. És utána egy kérdésem lesz. Elhangzott itt, hogy Sátánnak 6000 éves, majdnem 6000 éves tapasztalata van. Na nehogy valaki tévedt is versenyt közülünk, mert mi pedig 50, 40, 30, mennyi idén él, annyi tapasztalata. De azt mondja, Pátortól, hogy nem test és lélek, mi testek és lélek. Tehát nem test és lélek, hanem nekünk küzdelmünk. Így van. Tehát
Tehát azt jelenti, hogy van szükség valakire, aki kijön, győz vagy győz. Így van. Tehát mindennek jövőnek. Egyértelmű. A másik pedig az, hogy hol tartunk ebben, mert 10 évvel ezelőtt ugyanerről hallottalak. Nem tudom azt hiszem. Hol tartunk a gyakorlatban? Vagy kérdezhetném a testvérnőket, akik főznek. Miből főznek? Ennek a tarniba, akkor sem, mert onnan főznek. Nagyon jó kérdés. Hol tartunk a gyakorlatban? Jó kérdés. Szerintem a gyakorlatban össze-vissza tartunk. Tehát ahány testvér, annyiféle szint. Nem nézhetünk bele egymás tányérjába. Nincs felhatalmazásunk, nem ítélgethetjük egymást. De Isten az ő ítéletében, azt írja Ellen White, 3 dolgot fog megkérdezni. Vagy mostanában tőlünk, most szaladjuk az ítélet, ugye? Mit tettél az időddel, mit tettél a pénzeddel, és mit tettél az egészségeddel? Fizikai és lelki téren. Ez a 3. De visszatérve a kérdésedre, nem tudom, hol tartunk. Mondjátok meg ti, hogy hol tartunk. Én legszívesebben, őszinte leszek, jó? Én legszívesebben hirdetném azt, amit Ellen White ír. Ez pedig a vegán. White azt mondja, ha nem lesz mindenki rögtön vegán, nyilván minden egyes adventista háziasszony, vagy háziúr tanuljon meg vegánul főzni, még egyszer mondom, akkor is, ha ő nem vegán. Indoklás, mert amikor az idők eljönnek, az adventista háziasszony előnyben lesz, és őrült evangelizációt fog csinálni a szomszédok, barátok körében, mert ő tud valamit. Amikor hirtelen jön a baj, állatbetegség, bár ugye fokozatosan jönnek, nem is annyira hirtelen, az adventista ember mindig előnyben lesz. Ez a próféta célja. Mi a próféta célja? Hogy aki olvassa, mindig előnyben legyen. Mindig ez a cél. Ezzel nem muszáj élni. A White azt is mondja, hogy nem muszáj neki hinni, de a világ egyre inkább Isten népét meg fogja előzni a vegánságban. Engem a Spár felkért egy komplett vegán vonal létrehozására. Ez jelen is megyeként a Spárban, Interspárban már. Egészségregálok, egészségpolcok. A lényeg, hogy a világ dörömből. Állatbetegségekről fogunk hallani, jelen van? Sertéspestis, kergemarha, kór, hadd ne soroljam, minden. Amikor az idő eljön, jeleket fogunk látni, és Isten elkészíti az utat. Az a kérdés, mikor jön ez az idő? Nem tudjuk. Van, aki azt mondja, itt van, bevallom, én is közéjük tartozom. Van, aki a generálkonferencia azt mondja, hogy nincs itt az idő. Ítéljétek meg, hogy hol az idő. Egy biztos, az állatok rákosak, gyógyszerezettek, súlyosan betegek, súlyosan. A vegánok hosszabb ideig élnek, egészségesek, mint a húsevők. Keresztény felekezetek között nincs több olyan nép, amelyik egészségügyi üzenetet kapott volna. Az Úr fenntartja ezt nekünk még mindig. És mintha várna ránk a menny ezen a téren. Én így érzem. Nézzétek, 1863-ban volt az otszegói látomás. Az Otto motort 1876-ban fedezik fel. Most Forma 1 van, ugye? Graham Bell 1876-ban az első telefonkészüléket feltalálja. Primitív készülék. Ma mobiltelefon van. Profi, ugye? Sőt, annyi minden van.
Louis Pasteur 1885-ben megtalálja a veszettség ellenszerét. Ma, ugye, oltás van. És fantasztikus orvostudomány már, amennyiben fantasztikus. 1929-ben Fleming feltalálja a penicillint. Miért mondom ezt, ezeket el nektek most? Az adventisták 1863-ban megkapnak majdnem mindent. És népünk kétharmada húst teszik jelenleg, és így tovább. Úgyhogy a kérdésre a választ én ezzel adtam meg. Minden vád és fenyíték nélkül, és ezt magamnak is mondom. Bődületesen elmaradtunk, és ez a mi ítéletünk is. Hozzáteszem Isten kegyelme, mindjárt adom is a szót vissza, hogy a kék zónákról hallottatok-e már, kék zónák? Ezek a világ legegészségesebben élő népei. Ott vannak-e közöttük az adventisták? És a válasz az, hogy igen. Tehát 4-5 ilyen nép van, és Loma Linda ott van, az egyetlen civilizált nép az adventista, amelyik a leghosszabb ideig él, annak ellenére, hogy a nép jelentős része húst teszik. Kérdésem, hol tartana a nép, hogyha még tovább mentünk volna? Átlagosan, egy adventista ember, átlagosan 6-7 évvel él hosszabb ideig, mint a többi ember. Ez jó. Ez Isten áldása a nép. Ez nem a mi érdemünk, ugye? De hol lehetnénk? Na, ennyit erről. Parancsolj. Van egy belső késztetésem arra, hogy mondjam. Annak idején a Kerekben volt egy ilyen családi nap, egy ilyen összegyűltek a testvérek, összegyűltek, és a Vince miséknél, és főzés, sütés volt. És a tanítványok volt egy ilyen parancsolat ülésre, hogy maradjatok Jeruzsálemben, amíg felülváltatok. Tehát azt jelenti, hogy együtt voltak lélekben, egyé váltak, és én azt gondolom, hogy nem véletlen lenne a mi időnkben, hogyha ilyen alkalmunk lenne valahol közel Pestet, nem 100 km-re elmenni, hogy együtt legyünk azok a testvérek, akik tudnak főzni, át tudják, nem vigyítik a sírba, át tudnák adni a főzési technikát, én is szeretnék megtanulni sok mindent, nincs időm, de hogyha látom, megnézem a receptet az interneten, annyi a recept, ahány téle az előadó. De ilyen van az édenben. Az édenben. De úgy, hogy ott tudjanak lenni a testek, és lélekben is tudunk kihívni, mert erre van szükség. Tehát ez hétköznaponta van, ugye most is lesz az étemben. Én ezt értem, csak olyan időpont nincsen mindenkinek jó, hát ez hétköznaponta van talán szerdán. Szerdán este 6-kor az Édenvölgyében, Újpesten a Görgei utca 10, Debán, Fibolya fog főzést bemutatni. Igen. Van Facebook oldal, Édenvölgye Facebook oldal, és ott évek óta Csengei, Károlyék, Ibolyáék főznek, időnként én is ott vagyok. Bocsánat, de volt két főző tanfolyamot indítottuk, az egyiket a Robi, a Rébival, ugye nagyon jó volt, nagyon sokan eljöttek a Norbertok vezetésével, a második az Ibolya vezetésével, és arra nagyon kevesen jöttünk. Igen, lehet, hogy a reklámunk nem jó, hogy nem hirdetjük. De nem volt egy érdeklődés. De lehet, ezek ilyenek vannak, tehát... Ha adtok el lehetőséget, akkor küldünk, jó? Küldünk meghívót is, gyertek. Aki ebben nem jártas, én járok a Bionagykertbe, és amit tudok, igyekszek megvenni, ott, de nem igen. Nagyon tudom, hogy mihez nyúlja. De meghívtunk össze-vissza. Igen, ide egy gyönyörű konyhát, Hát de ide inkább szakács kell, én szívesen eljövök, de ide inkább egy reform szakács kell, tehát szakács. Lehet együtt is akár, igen. Megjelent egy nagyon jó szakácskönyv, elmentes, az a címe, Gábor az egyik szerzője, Bánki Ibolya. Meg lehet venni, és abban sok tegál recept. Igen. És hát az internet is tele van. Tele van videókkal, YouTube-ban. Tehát aki akarja, az akarat kérdése, nézzétek. Ha ki akarja, meg tudja. Szeretném először egy kicsit visszalépni, hogy van egy korábbi kérdés. Hogy jó. Ugye szokták mondani, hogy egyébként annyi rossz képviselete még az egészségügynek, annyi fanatikus, annyi szélsőséges,
soha nem volt még az egyházban annyi ellentét, elég egy ilyen kérdés bedobni a gyülekezetbe és pártok ütköznek. Van, aki azt mondja, hogy ezek az emberek, akik így túlzottan törekszenek, a gyomrukon keresztül akarnak üdvözülni. Igen. Tehát meg lehet ezt valahogy úgy fogni, hogy a kettő között harmónia legyen, tehát minden ember jó tanulmon törekszik egy normális. Igen. Tárgyal. Szerintem, igen, van ilyen, és nekem is mondták már párszor, hogy szélsőséges vagyok, és én annak számítok. De nézzétek, Pál azt mondja, a Krisztus szerelme szorongat engem. Tehát én úgy élem meg az egészségreformot, hogy egyszerűen nem tehetek mást. Tehát, hogy ez egy belső kényszer az emberben. Tehát, de nem ítélem el, ha valaki húst eszik. Nagyon sok ember jár az elvadásokra, aki még húst eszik, sőt sok, amik sejtés húst, nem adventista. Tehát nem ítélünk el senkit. De nem tudom, hogy ezt hogy csináljuk, hogy ne tűnjön ez vallási fanatizmusnak. Tehát ezért mondtam, hogy szerint ugye a vegán nem üdvösség kérdés, még a vegetáriánus nem üdvösség kérdés. De igenis, ha jutottam egy szintre, akkor azt kövessem, megkapott világosságot. Tehát a Bécz kapitány sikere az volt, ivott egy bögre teját, fekete teját, nem tudott éjszaka aludni. Másnap a teját elhagyta. Ennyi. És Bécz kapitány őrületes sebességgel haladt a reformban. Ezért megértettem, elhagytam. Az adventisták között szerintem, de cáfolhatod meg, ha nem így van, a megértés sokszor megtörténik, de a kényelmesség miatt az elhagyás nem. Nem vagyunk Bécz kapitányok. És akik mindig csak tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak, mondja Pál. Mi már életünkben, tehát én 20 évet végigbeszéltem, van 150 órányi CD-m, nézzétek. De nem tudok többet tenni. Akarok, de nem tudok. Szívesen beszélgetek veletek, de ez rajtatok múlik innentől kezdve. Tehát nem tudunk megszakadni egymás helyett. Egymás tányérjába nem nézünk bele, és így tovább. De Isten szent lelke minden ebédnél ott van, amikor imádkozom. Értitek? És tudok-e imát mondani egy egészségtelen étel előtt, ugye? Nagy kérdés. Ezek etikai, erkölcsi kérdések. Úgyhogy jó kérdés. El kell kerülni a szélsőséget, ugyanis Pál azt is írja, hogy tiltják az eledelektől való tartózkodást. Vagyis, na, értitek? Csürgetik. Tehát... Én mindig is féltem és félek attól, hogy túlzó leszek. Túlzó leszek. Az egyház meg is keresett, most, hogy átjöttem a kerakból, és elmondta, hogy ez szélsőség, vegán ne hirdessünk. Óriási kárt okoz a vegán üzenet az egyházban. Ezért én nem is lépek fel semmilyen szinten. Van egy egészséghírnök.hu oldalunk. Aki akarja, csatlakozzon. Én hiszek a belső, alulról jövő munkában. Ez folyik most. Egyre 40-en vagyunk, 40 fő van. Nem akarunk semmi bajt csinálni. De aki velünk tart, akkor menjünk erre, menjünk együtt. Az egyház ezt nem tiltja, úgy tudom. Úgyhogy én ezt teszem most, és minden baj nélkül szeretném ezt vinni. Igen, lesz jelentkezés majd több is, igen, de... Az előbb említetted az, hogy az adventisták 5-6-7 évvel tovább élnek. Nekem az a tapasztalatom, hogy én ugye a világban dolgozom, igen. Világban mozgok, és ismerek idős embereket, mint ahogy mindannyian, és nagyon-nagyon döbbenetes, hogy az adventista idősek, legyen az 80 éves, legyen az 90 éves, 95 éves, teljesen 103 éves, szellemi frissességgel élnek. Nekem két nagyon jó barátom van, az egyik 82 éves, a másik 88 éves, mind a kettőt jól ismered, de mondom a nevüket, tökéletes szellemi frissség, tökéletes, tehát az egyik most tanult meg számítógépes tanfolyamra járt,
És akkor már ez egy gyümölcs, tehát ezt a gyümölcsöt már meg kell látni, mert természetesen a világban is vannak értelmes idős emberek. De az az általános, hogy ó, hát az én anyukám már 70 éves, az kór. Hát az adventista berkeken belül egy 70 éves, igen, az nem kór, tehát miről beszélünk. Szóval azért visszaköszön ám az, amit tanítunk, meg amit tanultunk, és ha még ezt fokozni tudnánk azzal, amiket te elmondasz, akkor még jobb lenne. Lehet ezen a fórumon beszélni egyébként, vagy nem lehet arról... Írni, lehet, sőt, kérjük. Nem, azt most itt azt akartam mondani, arról a dolgokról, hogy amiket megveszünk a boltba, piacon. Tehát mi az, ami te, mint élelmiszeripari mérnök azt mondanád, és most ne csak a húsra kiélezve, hát amire azt mondanád, hogy azért ha figyelni szeretnél az egészséged, inkább ezt ne vedd meg. Uh-huh. Ugye van a Kína tanulmány, ez világosan leírja, így bekapcsolod a rákot, kikapcsolod a rákot. Bekapcsolod, cukorbetegség, szívinfarktus. Igen. Kikapcsolod, bekapcsolod. Genetika, igen. Csak az étkezéssel. Piacra járunk, én Aldiban, Lidliben vásárolok, nem mindig biót. A növényvédőszer maradványt nem tudjuk kikerülni, szerintem, valamilyen szinten. De itt jön be a hit kérdése nálam. Az Isten hit kérdése, hogy Isten megvédi az ő népét. Tehát nekem az egy kicsit szélsőség, hogy akkor már kristálytisztán Istennek védenie kell minket mindenképpen. A növények is betegek, ugye? De mégis az édeni étrend az alapvetően növény alapú étrend. Az Isten a többit hozzáteszi. Tehát tegyen meg azt az 1-2%-omat, és a 98%-ot Isten hozzáteszi, és megvéd a növényvédőszer problémáktól és ilyesmiktől. Hiszen szeretném. Azzal kezdted a beszélgetést, hogy szélsőséges vagy. Igen. És szerintem ki kell mondani, igen. Uh-huh. Honnan nézzük? Mert tényleg... Én ezt vállalom. Most arra gondolok, a Jelenések könyvéből idézném, hogy ha vajhagy ég vonnál, vagy két szélsőség lesz a végén. Uh-huh. Tehát az arany középút az meg fog szűnni. És ilyen szempontból törekszünk abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy nem vagyunk szélsőségesek, mi igyekszünk a másik szélsőség felé, a negatív szélsőség felé. Tehát valahol a világ vége fele közeledve egyre jobban elkezdünk valamelyik szélsőséghez tartozni. Igen. Vagy az ez Isten jó. Felé, vagy az ördög felé. Ez jó gondolat. Ilyen szempontból én azt mondom, ez egy pozitív megközelítés. Ez jó, igen, értem. De akkor ez mind pozitív fogalom. Hadd fejezzem ki, hogy nagyon érződik a hangodból, nagyon érződik a szavaiból az, hogy el vagy fáradva, el vagy keseredve szinte. Ennyire átmegy. Pedig nagyon-nagyon nagy munkát végzel, azt tudni kell Gáborról, hogy egy rádióban, televízióban hatalmas nagy munkát végez, nem mindig megfelelő körülmények között. Igen. És azt kell mondani, hogy ilyenkor, ahogy beszélgettél, Illés példája jutott eszembe, amikor nagyon-nagyon elfárad, egy hatalmas nagy csoda tett után, és azt mondja, hogy Jóistennek, hogy hogyan tovább lett az életem, és a Jóisten azt mondja, de úgyis, hát ott vannak még hétezer. Sokan, így van. Köszönöm. Jó, jön a bátorítást nekem is. Parancsoljatok. Nem akarok ünneprontul lenni. Nem lesz lesz. Két évvel ezelőtt én is voltam ezen a konferencián Szegeden, ahol a generál konferencia egészségügyi osztályának a vezetője, meg hat másik személy eljöttek, és előadásokat tartottak. És normalizált, ahol a kutatás folyt, az volt az egyik téma, hogy vegán meg a vegetáriánus étrend között mi a különbség. És azt mondta ez a kutató, hogy nem tudom a nevét. Hogy nincs eltérés. Hogy nincs eltérés, azt mondta, ugye? A nevét én sem tudom. Csak mi a végkifejlet az volt? Hogy semmi különbség. Igen. Igazából 1 vagy 2% ami elenyésző. Uh-huh.
és azért közérkútnak látta a vegetáriánust, és azt mondta, hogy most még nincsen itt az ideje annak, hogy mindent elhagyni, vagy mert hát, hogy azt mondta, hogy az egészségügyi reform ez nem csak az étkezés, hanem sok minden más, és ott a 90%-a a kérdéseknek mind az ételről szólt, és azt mondta erre, hogy látjuk azt, amit láthatunk, mérhetünk, ez az ember természetünkből adódik, hogy szeretnénk megnézni, na te mennyire vagy megtért, így azt mondja, már nézték a tálat, igen, ez úgy szokták nekem is, igen. Vegetáriánus. És direkt azért, tehát így mérjük egymást, és azt mondja, ne engedjük meg, hogy ez konfrontáljon minket, tehát hogy elválasszon, hanem legyünk egymáshoz elfogadók, annak irányába, hogy ha te meggyőződésből vagy, vagy ha mondjuk nem vagy beteg, vagy nincs valamilyen intoleranciád, mondjuk egy tejet bírod, akkor ennek nyugodtan, mert jobb, ha jó lelkiismerettel eszed meg azt a tejet. Nem a húsról beszélek, hanem az egyházi hatáshálás, ami a vegetáriánus létre. Akkor tegyed... Így van, így van, laktóval. Hogy akkor tegyed, csak legyél jó lelkülettel, tedd azt, amit tedd. Mert hogyha rossz lett, hát ha a lelkiismereted van, szóval akkor sokkal többet ártasz. Így van. Mert a legfelsőbb irányító szervünk az a lelkünk, és nem a gyomrunk, ugye, tehát az étrend, hanem az, hogy hogyan gondolkodunk bizonyos dolgokról. Köszönöm. Viszont ugye Ellen White-nak vannak írásai, tehát ez a kutatás ez nem veszi figyelembe a profétai szót, én ezt látom. Tehát azért van a kezünkben Ellen White, hogy tudjuk a jövőt, és White fölkészít a jövőre. Ez a kutatás jelzi a jelent. De az adventista előjoga a jövő ismerete. Tehát amikor valaki ezt kijelenti, szervesen hozzá kéne szerintem tennie, hogy de tanulj meg vegánul főzni, kötelező. A jövőre nézve, az állatbetegségek miatt. Ha most nem vagy vegán, nem semmi gond, de ez lesz hamarosan. Tehát, hogy nekem ez hiányzik, és a nép szép lassan visszasüpped. Időnként még a sajtról is ezt hallom, és meg vagyok rökönyödve. Hogy a sajtról? Hogy nyugodtan, mert a White-féle sajt, Ellen White korábban a sajt az más volt. Meg vagyok döbbenve ezeken, ugye Ellen White azt írja, hogy a sajt embergyomorban nem való. Oltósalvasztás. Ugye ismert a híres eset, hogy az összes sajtot fölvásárolták egy rendezvényen a férjével együtt, rengeteg pénzért, hogy ne egyék meg a nép, ne egye. Szóval, hogy sajtot eszünk, tejet iszunk, igen. Viszont a világ egy jó része már vegán. Jelentős része, növekvő része Magyarországon is. Hazánkban a lakosság közel fele tejallergiás vagy intoleráns. Hát egy ilyen helyzetben valamit tennünk kell. És az adventista háziasszony előjoga, hogy ő tej nélkül is tudjon főzni, tojás nélkül is tudjon főzni. Igazából ez a kérdés lényege. Mert Isten az egészségügyi üzenetet evangelizációs célból útnyitó éként is adta. És fantasztikus, ha egy kedves kollégánk tejallergiás, és csettintünk, itt egy kesutej szédrecept. És már is tudsz vele beszélni bármiről, onnantól kezdve. Másnapra hozol neki egy kesutejszint, és onnantól kezdve be fog avatni a nem tudom én, a hálószobatitkot, és így tovább. Tehát ennyi. A bizalom kérdésén múlik. Minden a bizalom kérdésén múlik. Az emberek eljönnek hozzám tanácsadásra, az első 10 percben még étrendről is beszélünk. További 40 percben pedig róla, a lelkéről, a férjéről, a feleségéről. Fantasztikus. Útnyitó ég. Ezért írja White, hogy minden adventista papnak, evangelizátornak szinte kötelező értenie az egyszerű házi gyógymódokhoz és az étkezéshez. Mert az ember egyszerre pap és egyszerre health reformer, egyszerre egészségreformer. Ez a biblikus modell. Most, hogy itt tartok. Az, hogy valaki vegán vagy nem vegán, az tényleg mindegy. Szerintem itt a hús kérdésnél húznám meg a határ. Nyilván. De el fog jönni az idő. Hamarosan. Amikor már a vegán lesz a cél. Nem tudjuk, hogy ez hány év, de hamarosan.
Tehát használjuk ki az útnyitó jég szerepét, és egy kicsit tabu téma, ha már mondtam a hálószobát. Ellen White a viktoriánus korban, tudjátok, a viktoriánus kor milyen volt? Abszolút prűd. Nagyon sokat ír a szexuális vágyak és az étrend kapcsolatáról. Nagyon sokat ír egy prűd világban. És azt mondja, hogy a rossz étrend megváltoztatja az alhasi vérkeringést, és erősíti a nemi vágyakat, és az állati a szenvedélyeket, így írja. A túl fűszeres étel is ilyen, a túl sok zsír, a zsíros, olajos étel, a hús, a többi, értitek? Szóval itt már etikai erkölcsi kérdések is szóba kerülnek, lásd, házasságtörés, vagy szexualitás, és étrend, így, és így tovább. És a rendszeresen sportoló, a tudatosan, helyesen étkező embernek a kísértései is mások lesznek. Ezt állítja. Tehát ez nem játék, ez a kérdés, ezt szeretem átadni nektek. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hát szerintem 1 óra 5, 1 óra 10 percünkkel is telt. De nyugodtan szóljatok hozzá, hiszen nem vagyunk időhöz kötve, de én azt hiszem, amit szerettem volna, azt elmondtam. Semmi sem kötelező, hanem javasolt. Tehát mindent vizsgálj meg, és ami jó, azt fogad el. Rembrandt írta azt egy helyen, hogy mindig a következő lépcső van megvilágítva. Amíg nem lépsz arra föl, addig a következő lépcső fog sötétben marad. És van egy-két olyan barátom, aki nem lép, és panaszkodik, hogy nem fejlődő, Gábor, mi a hibám? Várja a csodát, egy lépcsőt kell lépni, mindig egy lépcsőt kell lépni. És a következő lépcső világossá válik. Én is így jutottam ide, tehát ez mindig így működik. Lépj egyet. Béc kapitány lépett, és így tovább. Ez is egy ilyen törvény vagy szabály a Bibliában. Van esetleg kérdés, hogy bármi hozzáfűzni való a témához? Igen, van az, hogy... vagy irodai munkát végzek, ha erre is ki tudsz térni, mennyiséget, időt, illetve tehát milyen időben, illetve hogy milyen fajta élelmiszerek, tehát reggel, milyen délbe, és este vagy erre vagy. Általában 1 kilogrammot eszünk egy nap. 40 deka reggel, 40 deka délben, 20 deka délután vagy este. Ha ilyen konkrétan lehet mondani. Tehát 2,5, hát kvázi 3 étkezés, 2,5-nek mondom. Este már csak fél étkezést tartunk. 5-6 óra telik el az étkezések között. Bőséges reggeli, bőséges ebéd, sovány vacsora. Ez a lényeg. Nincs nasi, bőséges folyadékű víz. White azt írja, egyszerű, gyümölcs az reggeli, vagy reggel előtt egy órával, úgy belefér a gyümölcs. Hadd kérdezzek ebbe bele. Jó. Mert diófélékkel együtt, igen, külön nem. Diófélékkel együtt. Úgy táplál, laktató és tápláló. Mit is mondtad? Aki nem ehet diófélékent, az jó kérdés. Gabona, gyümölcs, ott a banán jön szóba, avokádó jön szóba, és hát ott akkor az marad, igen, műzli. Tehát a műzli reggeli, diófélék nélkül, ennyi, igen. Esti gyümölcs nem ütközik annyira, sőt az eleki szanatóriumban ugye van este gyümölcs. De nekem ütközik éjszaka, nekem nem vált be az erjeszt, az esti almek is hajt, tehát nem vált be, de... Az a kérdés, ha gyümölcs mellé mit eszel, gabonát eszel? Vagy eszel a fehérjedús? Este? Lehet.
Este lehet gyümölcsöt enni, hát inkább almát, igen. Tehát nem, ez sem tiltott nyilván. Tehát az étkezési ritmus az ennyi, három. Tehát a 4-5 étkezés az nem szükségszerű. Irodai dolgozó esetében legjobb volna a kettő, de szinte kivitelezhetetlen, mert az emberek irodával hazamennek, és akkor elkezdenek vacsorázni. De igazából ez a... Ellen White általában 3-4-kor kelt, 7-kor, 8-kor reggelizett. Ez kb. Olyan, mintha mi 10-kor reggeliznénk. És délután 1-2 körül ebédelt, nem evett semmit utána már estig. Elég kemény. Tehát egy állandó ilyen félnapos bőjtben voltak. Viszont rettentő maga szellemi szinten. Na most ez azt jelenti, hogy 10-kor és 3-kor például eszünk. Két étkezés. Vagy 6-7-kor eszünk, 1-kor és este 6-7-kor. Egy sományat vacsorázunk, ez is belefér. Azt gondolom, ezek a modellek működnek. Szerintem ezek működnek. Beszéljünk. Igen, itt leszek még, persze, jó. Igen. Nekem ezzel a mai cukorfüggőséggel, ami egyébként engem is abszolút érint, tehát most próbálok egy kicsit úgy leállni vele, de rendesen érzem, hogy függő vagyok. Cukorfüggő. Diák csemege, bár kicsit hízlal, a szalvány. Datolja, masola, füge. És hogy ez mennyire, ez is nagyon káros az egészsége, nyilván tudom, tehát elhízás, meg a rákos sejteket is táplálja, igaz? Igen. Édes reggeli, de nem cukros, hanem mondjuk mézzel, édes reggeli. Ez veszi el, reméljük, a napi édesség meg. Ez a Kellogg-féle modell. Nincs nasolási kényszer, ha édeset reggelizzel, így jött létre a műzli reggeli. Igen, többen is jelentkeztek, van, aki újságcikket is küld. Parancsoljatok. Igen. Fogyókúra. Rossz összetételű ételek, egy cukormentes üdítő kérdés, túl későn eszünk, smoothie-lázban égünk, köszönöm, igen. Pajzsmirigy kérdés is, nasi kérdés is, önuralom, ugye mennyire vagyok fegyelmezett, tehát a fogyás az egy érdekes kérdés. Én is hízékony vagyok egyébként, gondolom láttátok azért rajta, hogy nem vagyok egy sovány alkat, tehát hízékony vagyok, de azért összes családtagom 100 kiló fölötti. Tehát 100 kiló alatt az élet csak vegetáció, ez a Tóth családnak a modellje. Ez egy szólásmondás. Tehát én ekkora lennék, hogyha tehát minden testvére, mindenki ekkora 150-140 kilós a testvére, egyik fél testvére. Tehát genetika alkati kérdés is nyilván. De más is. Tehát jó kérdés. Parancsoljátok? Azt szeretném kérdezni, hogy az tehát amit megveszünk, nem mindenki tud eljutni termelőhöz, tehát amit a boltban megveszünk gyümölcsöket, minden gyümölcs kezelve van. Na most én azt hallottam egy orvostól, hogy otthon le kell sikálni, mosogatott... Citrusgyümölcsről beszélünk, vagy almáról? Citrusgyümölcs, banán, tehát ami messziről jön, azokat mindent le kell sikálni. Így van. De mi van azzal, amit itthon teremnek? Tehát az elég, hogy én vízzel meg... Igen, forró vizes mosás. Forró. Igen, viaszolják. Igen, almát viaszolják, de az nem mérgező, az egy sima élelmiszeripari viasz. Meg, forró vizes mosás, így van. Mert a hideg vízzel ahhoz, hogy hideg vizet elek volt. Igen, köszönöm. Kenyér, tehát vagy reggel, vagy délben, este már nem. Tehát ebéd után nincs szénhidrát, no carb. Kétszer pirított, igen, köszönöm. Tehát kenyér, rizs, tészta, krumpli, ebédtől kezdve nincs, kivéve a sovány alkatú embert és a fizikai munkást. Hogy ez? Alkati kérdés is. Fekete kávét nem ajánlunk. Szívritmus zavar, vérnyomás, igen. Cikória kávét adunk inkább. Maci kávé, így van. Hát ez a kávézás is egy ilyen függőség, kulturális részünk, tehát nincs rá szükségünk, és hát ugye élvezeti cikk és idegrendszerre hat. Ugye az adventista modellben ugye a koffein az nem egy előnyös dolog, hiszen agyra hat, és minden, ami a véragygáton átjut, arra White azt írja, hogy minden
Tehát idézőjel minden, ami megzavarja az agy, hogy is írja, finom áramának működését, írta ezt 1809-esekben, amikor még nem volt EEG, meg ilyesmi. Minden, ami megzavarja az agy finom elektromos áramának működését, tompíthatja a tudatunkat, a tudatállapotunkat, az agyunkat, és káros a lelki életre, káros lehet. Ezért ugye kávé, kóla, kakaó, stb. Tartozik. Parancsoljatok, kinek van még, volt még valahol a kérdés? Nem volt? Azt az újságcikket, azt hiszem, hogy elolvasom majd. Igen, igen, igen. Ízás, fogyás, nagy kérdés, igen. Úgyhogy, tessék, igen. Szeretnék látni, hogy amikor én gyerek voltam, fiatal voltam, akkor én nem volt ez téma. Melyik halat lehet enni? Igen. A Biblia szerint a pikkelyes halakat, igen, de jó szálkások. Igen. Jó kérdés. Tudnom kéne, melyek a pikkelyes halak, de mondjuk az ilyen, hogy a herring, pont, igen, 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 meg a lazac, hazacolaj. Igen, igen, igen. Tehát a hal sem tiltott, a pikkelyes hal nem tiltott, sőt, ugye nem tartozik a húsvélék közé annyira, mert egy védőétel, de elég szennyezettek a vizek, és ezért ugye nehéz rém szóba kerül. És egyre több a hal allergiás, hisztamin miatt, hal allergiás, halérzékeny ember, köhögés, asztma, stb. Miatt. Igen. Eléggé. A folyami hal az jobb, mint a tengeri vagyis az öböl halászat, ugye? Hiszen a folyam az tisztul, Duna Tisza tisztul. Csak annak olyan fura szaga van a folyami halnak. Szokni kell ezt a pocsolya szagot, igen. A pikkelyes hal is állítólag azért tisztul, és a bőrös hal meg nem. Igen. Tehát csak pikkelyes halak. Tehát ilyen pangáz, jósz, meg ilyenek nem nagyon számításban, nem igazán angolnak. Meg tinta, ezeken nem parancsoljatok. Érdekes, igen, a cukor kérdés, rettentő fontos. Ugye, hiszen cukrászdában nincs hús, szoktuk mondani, és mégsem egészséges, igen. Tehát attól, mert valaki nem eszik húst, bőven árthat magának, bőven. Fehér kenyér, fehér liszt, cukor, és így tovább. Olaj, olajban sütés, igen, simán. Aztán, műkaja. Uh-huh. Igen. Összedarálják és újra megépítik. Igen. Újraépítették telek Amerikában, igen. Van-e még kérdés? Köszönöm a figyelmet. Parancs. Hát akár darált hús, még a szója is összedarált, és aztán visszaépítik aszpikkal, zselatinnal, pektinnel, algákkal, igen, igen, és bármit virtuális paradicsomot is fel tudnak építeni, virtuális paradicsom, így van. Darált gyümölcs, vagy zöldségféle is zselatinnal visszaépített modellek, és aztán szeletelik, és így mondjuk egy gyümölcs szelet. Persze, igen, igen. Azért nem mind ilyen, de van. Múltkor olvasom egy cikket, hogy a multikban, hogy megrendelik a, mit tudom, ezt a kis koktélparadicsomot ma, és holnapra, még nincsen, de holnapra már érettel leszállítják. Hát, az túlzás talán, de igen. Hát lassan 3D-s nyomtatóval nyomtatják az élelmiszereket is, úgyhogy abszolút, igen. Igen. Akkor mit tegyünk? Főként növény alapú élelmiszereket. Én vásárolok metróban, Aldiban, Lidliben, időnként DM-ben is, mondjuk bio, műszlit, ilyesmiket, herbaházban, bióban. Tehát igen, ezt megtehetjük, növény alapú élelmiszereket. Igen. A kis kert, ugye? Hogy vegyszer? Igen. Tarthatnánk ilyen szemináriumot is, ugyanis a permakultúra és más kultúrák természetes védekezés. Bőven megoldható Magyarországon is.
Én ebben nem vagyok annyira jártas, mert a Havanna lakótelepen nőttem föl, de megérne egy szemináriumot. Én tudok egy ötletet. Tényleg? De az apukám mi nem ettünk és úgy permetezte, hogy csalámból csinált egy ilyen a csalámból. Igen, ez a biogazdálkodás, natur. Igen, a csalámból is. Ilyen olyan jó, sőt még sokkal jobb, mert minden elpusztult tőle, viszont a gyümölcsök és a zöldségek nagyon szépek és egészségesek maradnak. Igen. Csak most távol vagyunk ebből. Hát a mulcs, a mulcshozás is működik, talán tudjátok, hogy a mulcs befedi a talajt és táplálja, nincs gyom. Tehát mulcs ilyen faháncsból, fenyőkére. Nincs gyom, egy eső, annyi mulcsot töltünk már, az csak ki jön a gyom. De talán kevesebb. Igen, bárcsak. Monsanto. Fúj. A napraforgó táblákat ugye nem gén manipulált a napraforgó még Magyarországon. Nem. De erősen vegyszerezett a napraforgóra is. Vegyszerezett. A hidegen sajtolt olajok is napraforgóban csak biót vegyünk, csak bió. Különben repcét vegyünk, oliva az jó, oliva az nem annyira vegyszeres oliva. Hexánnal készít, igen, benzinnel. Van benne 0,01% hexán maradt, igen, benzin származik. Akkor 0,01% van még. Igen, hát a májmérektől így jön. Kókuszsír szerintem nem olyan rossz, az sem egy végleges megoldás, de a kókuszsír az jobb lehet benne sütni. Tehát nem csak azzal főzünk, de kukoricacsíra olaj, repceolaj, olívaolaj, lenmagolaj és kókuszolaj. Én ezt tartom otthon. Hogyne, repce, hogyne, igen. És a pálmaolajra azt mondják, hogy az pálmaolaj. Azt nem annyira. Igen, környezettudatosság szempontjából nem olyan jó. Inkább a kókuszsír. Jó? Nem, nincs benne már rákeltanyag. Erukasabb volt benne, de már nem esített, nincs benne. Tóth Gábornak a mai repcék egészen jó, és omega-3-ban gazdag a repce. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, személyesen itt leszek még, de fontos kérdés, tegyük fel. Aha, azt mondom. Időnként akkor beszélgessünk. És minden, hogy a szívünkre hatott. Jaj, azért nem. Akkor te is köszönöm. Javaslod, hogy ősz elején megint meghívjuk Gábor. Beszélgessünk tovább. Jó, elgondolkodunk rajta. Talán volt is itt, nem? Főzőköt. Régebben nem volt ilyen, ha mondta egy vagy. De a veled való beszélgetés után nagyobb a kedvem. Köszönöm, volt még egy kérdés. Még van egy. Jó, még itt van egy kérdés, ha szabad, nehogy bele, hogy. Igen. Bőjt. Vagy heti egy nap rendszeres bőjt, vagy egyszerre három nap, egy hosszú hétvége, vagy egyszerre egy 5-6-8 nap, évente egyszer vagy kétszer. Két nap után már rá se vész néz az ételre, két nap után. Teljesen tele vagy, beáll a vércukorszín, nagyon beáll. Zseniálisan működik. Víz vagy zöldséglé? Gyümölcs az kevésbé működik, szerintem zöldséglével gyönyörűen. Széklasága, répa, káposzta, tökli, brokkoli, cukkini, stb. Fantasztikus. Tehetségérzést ad. Mert akkor ezt a bőtöt nem úgy érted, hogy ez csak víz. Ez lébő. Nekem ez lébő. Igen, az epe miatt. Az epének kell, hogy tisztuljon, és az a keserű, tehát a zöldség anyagai hatására az epe úgy tisztul. Különben epekről lesz a vége. Egyből. Nagyon örültem a beszélgetésnek, engem felüdített, és ha láttátok is rajtam azt, hogy el vagyok szontyolodva, azért annyira nem.
A külmisszióban érdekelt vagyok abszolút, csak nekem a belmisszió ez egy nehéz ügy, ha ebben tudtok segíteni, mert hát megint őszinte leszek, mert eddig is az voltam, hogy parancsom van rá a biztonságtétele, hogy egy határon túl a világ felé kell fordulnunk. Nincs más, muszáj. Különben itt töltjük az életünket a gyülekezetben, és ez nem cél. És az, tehát a White azt írja, hogy az ellenség mindent elkövet, hogy csak belül maradjon minden info, és ne menjen ki, és nekünk kifelé kell menni, és tömegek és tömegeket kell megszólítani. Úgyhogy én sokat vártam, meg én dolgoztam a keratban ugye belül is, de aztán fordult a kocka, és kimentem, és megyek. Van szerepe a belmissziónak is, de sok könyvünk van, sok CD-nk van, sok mindenünk van. Időnként találkozzunk, beszéljünk. Aki akarja, az veheti. Szinte ingyen. Minden fönt van a neten is, sok csatornán rajta vagyunk, úgyhogy... De ha élőben, akkor legyen élőben, hogyha az segít, akkor legyen... Igen. Vagyok ott, igen. Tehát nem ellenünk ellenetek mondom, de egyszerűen nem tehetek más, nem muszáj menni kifelé is. És ezért... Úgy legyen. Köszönöm. Hát ez. Úgy legyen. Egészséghírnök. Egészséghírnök, ugye ékezet nélkül, ennek van Facebook oldala, ennek van honlapja, ez egy missziós oldala, külmissziós. Az egészséghírnök levelező listára is lehet jelentkezni, aki szeretne, az írjon nekem egy e-mailt, a táplálkozás@gmail.com címre. Táplálkozás, ékezet nélkül, @gmail.com, és segítek feljelentkezni az egészséghírnök, az már belmissziós, értitek? Az egészséghírnök levelező lista, az testvérekből álló csoport, belső, alulról jövő kezdeményezésként vagyunk jelen, és így szeretnénk munkálkodni. Be kell, hogy valljam, minden vád és név nélkül, hogy országunkban sokkal többet tehetünk az egészségért. Európai szinten legutolsók vagyunk, ehhez képest országos szinten nem látok mozgolódást. Ez hiba. Nincs ennek felelőse, nem gondolom, hogy lenne, de közös felelősség, hogy tegyünk. Jó? Legyenek klubok, legyen erről hír. Mert a vendég nem mindig jön rögtön bibliai sorozatra, de egy főzőkörre eljön. 10-ből 3 eljön. Bibliára meg max. 1. Tehát többet tehetünk ezért. Azért is csinálták a nap, hogy mondva egy evangélistát, úgyhogy először az egészségügyi. Van. Ez külföldön egyébként nagyon működik. Külföldön azért a misszió megy, bőven Amerikában, Németországban, stb. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen, hogy imában. Taps helyett imádkozunk, igen. Szerető Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy összejöhettünk a te nevedben, Krisztus nevében. Olyan hálás a mi szívünk, hogy együtt gondolkodhattunk, beszélgethettünk az egészségmisszióról. Ami jobb kéz, ami útnyitó ég, ami fontos szerves ága a te művednek. Köszönjük, hogy erről te írtál nekünk, Urunk, hogy erről te beszéltél, hogy ez időszerű üzenet, és tudatosítsd és mélyítsd el bennünk a gondolatokat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és segítesz a személyes életmódváltásunkban. Jézus Krisztus nevében a te szent lelked által kérünk. Amen. Én köszönöm a lehetőséget. Egyébként, hogy még jobban, még jobban.